A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 18-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban az aradi vértanukra emlékezünk, ezentúl színházi élmény, könyvbemutatót és képzőművészeti kiállítást kínálok önöknek. Tartsanak velünk! Az aradi vértanukra emlékeztek a Vörösmarty Társaság tagjai, az emlékesten versekkel és dalokkal osztoztak a nemzet gyászában. Magyarság gyászára, szomorúságára, hallgass meg az, mit írtunk. Akiket vesztettünk, azoknak éneklünk, gyászszínű öltözetben. A hagyományokhoz hűen a Vörösmarty Társaság tagjai dalokkal és versekkel emlékeztek a Magyar Nemzet gyásznapján október 6-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független felelős kormányának miniszterelnökére. Őszi napok mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szelek bús keserve, egy-egy könycse. Eszent sírhelyre, hol megváltott ősi áron becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ragyog a napsugár, oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsú csókja. Bánat sír a száraz ágon, ott alussza csendes álmát az aradi 13. A Vörösmarty Társaság költői, írói emlékeznek meg, természetesen saját verseikkel, de hát én nekem eszembe jutnak azoknak az elmúlt évtizedeknek a rendezvényei 1979 óta, amit volt a városban a legendás látókör kezdeményezésével, és hát aztán hála jó Istennek azóta minden október 6-án a mi kis közösségünk megemlékezik az aradi vértanukról. Arad marad! Éljen a haza! Rajta vadász! Gróf Batthyány Lajos utolsó szavai kivégzése előtt. 1849. 10. hó 06. Arad honban sosem borul be az ég, ártatlan fény villódzik fehér lilium, az emlékezés tüzét gyújtja meg még, és virraszt fölötte hervadó napszirom. Egy atyánk szent keresztje alatt miért az egyik vértanú, a másik hóhér lesz? Gyilkosok kezében golyó vagy kötél, siralmat, gyászt és kincseservet élesz. Sortűz dördült, urak szorult a nyakra, szabad hazáért meghalni hősi érden. A társaság tagjai műveikkel tettek hitet a múlt megőrzésének, az emlékek megidézésének missziója mellett, mindezt figyelemfelhívásként, hogy méltósággal emlékeztessenek arra a múltra, amelynek rögzülnie kell minden magát magyarnak valló honfitársunkba. Szolgálatom néked örökké ajánlom, ne bánj néhány versem, hogy te neked mondom. Édes nemzetségem, mert romlások szánom, silatom szerencsét, hogy semmit nem látom. Nagyon fontos és sok örömet is jelent az embernek az, hogy nem felejtünk. Tehát egyúttal keserűség is van benne, mert hogyha az ember kilép az utcára, akkor azért jó részt azzal szembesül, hogy dehogy nem felejtünk. Nekünk ezért nagy felelősség ez, hogy itt minden október 6-án megemlékezünk és emlékeztetünk. Remélem, hogy
hogy tovább tudjuk adni ezt a felelősségteljes szerepet, amit tiszta szívünkből próbálunk meg teljesíteni. Szürke köd az ország fölött lebeg, körülötte égbe nyúló hegyek, lentről füst száll fel, hízik a felhő, vörös sárkány alakot ölt, megnő. Szaporodnak az oltárok, minek? Sötét kaput nyitnak a semminek, meggörbül a tér, mint a korona, eső helyett vér hull a homokra. A bensőséges hangulatú estén a társaság író és költő tagjai mellett a székesfehérváriak is megtisztelték Arad emlékét. Bagó Bertalan rendezésében került színre a Vörösmarty Színházban Shakespeare drámája a Julius Cézár. A darab főszerepeiben Gáspár Sándort, Sági Tamást, Krisztik Csabát és Sarádi Zsoltot láthatta a közönség. Shakespeare Julius Cézár című örökbecsű drámájában azt a dilemmát boncolgatja, ami mindenkorban aktuális. Meddig mehet el az ember a hatalomért? Egy demokratikus rendszert hogyan lehet szinte észrevétlenül diktatúrába fordítani úgy, hogy az végső soron valójában a nép akaratából váljon azzá? A Julius Cézárban összecsap két eszme, Cézár és Brutus, és bár alapvetésnek tűnik, hogy mi a jó és mi a rossz, de a kor, amelyben egy dicső győzelemmel kivívott hatalom áll szemben az erénnyel, szétzilálja az addig szilárdnak itt alapokat. Szerintem William Shakespeare egyik legnehezebb darabja. Rendkívül nehéz úgy megcsinálni, hogy érdekfeszítő legyen végig, mert iszonyatos filozófia van végig benne, és a konfliktusok is úgy vannak összehorgolva, hogy a szándékokat nagyon világosan kell látni, mert különben nincsen igazából akció benne, csak a végén a háború. A többi az tulajdonképpen az, hogy a hatalom és az ember, meg az egyed hogyan dönt olyan krízisekben, helyzetekben, ahol úgy érzi, hogy veszélyben van a szabadság, veszélyben van az ember olyan magatartás, amiért érdemes élni. És ennek a filozófiájáról szól, és úgy kell ezt megcsinálni, azt gondolom, vagy reménykedünk, hogy ez olyan lesz, hogy érdekfeszítő, és végig tudja követni az ember, hogy miről is szól ez a történet. Ne félj tőle, Cézár, nem veszélyes. Nemes római és jó indulatú. Bár ne kövélek. Félek. Ha elévvel a félelmet megengedhetném magamnak, egyetek kerülnék. A túlszál az Cassius. Sokat olvas. Nagyon jó megfigyelő. Egész jól átlát az emberekkel. Színházat nem néz, mint ez, zenét nem hallnak. Ritkán mosolyog. Egy népszerű figura, egy győztes hadvezér, Julius Cézár elindul az úton, hogy császárrá, a hatalom legfőbb képviselőjévé váljon. Egy maroknyi csoport március idusán tördöf a hatalom szívébe, mert nem akar zsarnokságot. Több száz éve ezt az üzenetet Shakespeare által megkapta nem csak a kortárs akkori világ, hanem napjainkban is Shakespeare úgy van jelen, mint aki kortársunk. A világ picikét, legalábbis ezen a téren úgy fogalmazhatnék, nem csak egy picikét, semmit nem változott. Tehát az embernek az a képessége, hogy a szabadságot próbálja megfogalmazni magának, az a képessége öntudatlanul is nem veszhet el, viszont mivel öntudatlan, ezért gyakorlatilag képes úgy felcsatlakozni ideológiákhoz, amik már elvakítják, és nem tudja, hogy az már rég nem demokrácia, amiben él. Tehát ez a színdarab is végül is erről szól, hogy az emberiség itt vívódik a diktatúra és a demokrácia kérdése között. Tehát a Shakespeare annó megfogalmazása, de ezt már a görögök is pontosan tudták, napjainkig érvényes. Az ember nem tanul. Tehát kortársaink ezek a problémák. Ezt tudja meg,
hogy Brutus legalább annyira szerette Cézárt, mint ő. Ha most ez a barát nekem szegzi a kérdést, hogy akkor Brutus miért lázadt Cézár ellen? A válaszom ez. Nem Cézárt szerettem kevésbé, hanem Rómát jobban. Brutus vívódik, míg végül az őtőre is véres lesz, hazáját megmenti, mégis gyilkossá válik, s felvetődik a kérdés, a két fél a moralizmus iránti törekvés és a hatalomféltés iránti valós aggály között ingadozó ember számára mi a valóság? Globálisan gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés államférfi van, mert azt gondolom, vagy azt látom, tapasztalom, hogy a 21. században erre azt mondaná az ember, hogy egy eszmért, vagy a szabadságunkért, azokért, az alapjogokért, amikért már nem csak most, hanem több ezer éve is küzdöttek az emberek. Most azt mondanák, hogy jó, de hát ugye itt mindenféle politikai, mindenféle gazdasági, ilyen-olyan dolgoknak kell megfelelni, ügyesen kell lavírozni. És én erre nem is mondok semmiféle ítéletet, nem is értek ennyire hozzá, de az biztos, hogy Brutus egy egyenes ember, a legtisztább. Tehát ő neki nincsenek, tehát a szabadság, és nincs más. Tehát nincs korrupció, nincs az, hogy akkor most az én barátom Cassius, most csak héten kiragadok egy példát, amikor ott van a vitánk a második felvonásban, mert nem küldött pénzt, ami nem olyan nagy dolog, de kiderül, hogy azért Cassius egy kicsit ott lavírozgat otthon ezekkel a dolgokkal, a pénzekkel, hogy így úgy, és nem lehet megmagyarázni, egyenesen. És hát egy olyan ember, aki képes feláldozni az apját, akihez személyes köze van. Azért ez egy nagy harc, amíg eljut idáig, tehát ez nem olyan egyszerű. De hát a közjó mindenek felett. A darab mai üzenete, hogy mielőbb el kell jutnia az emberiségnek oda, hogy tanuljon a történelemből, az életéből, hogy ne ismétlődjék meg újra és újra ugyanaz, mert nincs olyan eszme, nincs olyan igazság, ami a gyilkolás árán juthat hatalomra, hiszen nem lehet kétséges, abban a pillanatban beszennyezi azt a tisztaságot, ami erőszak, gyilkosság árán születik meg. Négy és fél év után új kiállítással jelentkezett Kis Edit festőművész. A tárlat november 22-éig tekinthető meg a Vörösmarty Színház galériájában. Nyári fények címmel nyílt meg a Vörösmarty Színház galériájában Kocsis Noémi műértő gondolataival ötvözve Kis Edit festőművész kiállítása. Az alkotó olyan varázslatos színekkel ábrázolja mindig egyedi gondolatait tájakról, időtlen pillanatokról, színekről, fényekről és árnyakról, amelyek hitelesen idézik meg a már látottakat, bármerre is vezet az útja. Mindig örök szerelem volt a festés számomra már gyerekkoromban. Aztán, mikor egy véletlen folytán meghallottam, hogy van egy szakkör Lovasberényben, akkor nagy örömmel elkezdtem járni, csatlakoztam. Tehát egyszerűen a legkisebb gyerekem már annyi idős lett, hogy mertem otthon hagyni, és akkor elkezdtem járni, és akkor rá kellett döbbennem, hogy nekem ez az életem, de ez nagyon fontos számomra. Tehát ilyenkor mindent kikapcsolok, teljesen ki tudok kapcsolni, és akkor csak a festéssel azzal foglalkozom, annak élek. Kis Edit első tárlatával Idestova négy esztendeje mutatkozott be Székesfehérváron. Azóta tovább érlelte alkotói attitűdjét, amelynek alapja az a szándék, hogy közzéadja élményeit. Úgy gondolom, hogy igen, sokat változtam, sokkal jobban merem használni a színeket, bátrabban, és akárhol járunk, kirándulunk, nyaralunk, mindig inspirálódok, bármilyen tájon járok, fotókat készítek, és akkor ez alapján készítem a festményeimet. A festőművész alkotói változása is tetten érhetőek, az egykori első szándék megjelenítése már a múlté, ma már az átgondolt valóság művei megjelenítésének mozgató rugója. Változott, bár eleinte is mindig azt csináltam, hogy a fotóim alapján
készítettem a festményeket, de most sokkal bátrabban merem elkészíteni. Merek nehezebb dolgokhoz is hozzányúlni. Több minden van a festményeken, tehát olyan mozgalmasabbak lettek. A kiállítás a Vörös Marti Színházban tekinthető meg november 22-ig. Az új színházi évad előtt átadták a Pro Teatro Alba Regalis díjat. Az elismerést ebben az esztendőben a Vörös Marti Színház színművésze Tóth Ildikó és a teátrum ügyelője Kalmár Johanna vehette át. William Shakespeare Julius Caesar című drámájának premierjével és díjátadóval indult a Vörös Marti Színház 2022-23-as évada. A bemutató előtt Cserpakovics András polgármester és Szikora János a társulat igazgatója köszöntötte a résztvevőket. A városvezető örömének adott hangot, hogy újra eljött az előadások ideje, majd átadta az idei Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjakat, amelyeket ebben az esztendőben a társulat színművésze Tóth Ildikó és a teátrum ügyelője Kalmár Johanna vehetett át. Ebben az évben nem is egy díjat fogunk kiadni. Egy kicsit azt szeretnénk szimbolizálni, hogy a színház életéhez hozzátartozik természetesen maga a művészeti teljesítmény, és ebben szerencsére fantasztikus művészek dolgoztak és dolgoznak a Vörös Marti Színházban, de egy színház működésében az is fontos, hogy a háttér rendben legyen, a működése a színháznak épületként, a színészek, rendezők munkájának támogatása, az mind-mind ugyanolyan fontos kérdéskör, úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy a Pro Teatro díjat most ennek megfelelően fogjuk átadni. Ugye szép hagyomány, hogy ezt mindig az évad első nagyszínpadi bemutatóján tesszük meg, így fog ez most is történni. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és tanulságos történelmi tematikájú darabbal indul az idei évad. Biztos nem lesz egy könnyű évad, ezt már látjuk, hiszen ahogy a pandémiában is látható volt, hogy sajnos a mai világban vannak olyan váratlan események, amik ebben a mostani időszakban remélhetőleg nem a vírushoz, viszont egy másik nehézséghez, az brutális energiaár emelkedéshez fog kapcsolódni. Biztos, hogy lesz télen valamilyen szünetelés a színház épületei tekintetében, de reméljük, hogy ez a lehető legrövidebb idő lesz, nem fogja veszélyeztetni az évad egészét. Ezért én mindenkit arra kérek, hogy nyugodt szívvel, lélekkel és nyitott füllel, szemmel jöjjön a Vörös Marti Színházba, mert most is egészen biztos, hogy kiváló évaddal, előadásokkal várnak bennünket a színészek. Pár nappal ezelőtt a Petőfi Rock már a Pelikánban egy bemutató volt, ott a fiatalok egy fantasztikus egy-másfél órát varázsoltak nekünk, és most a Julius Caesarral biztos vagyok benne, hogy nagy színészeink kiváló rendezésben indítják el igazán ünnepélyes kereteket követően az idei évadot. Szikora János köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a díjazottakon kívül elismerés illeti a színház közönségét is, hogy egy kivételes időszakban is megerősítették jelenlétükkel a teátrum közösségét. Én igazából képletesen és szimbolikusan átadnék egy másik díjat is. Igazából nem tudom, hogy ezt minek nevezzem, de tudom, hogy ki a nyertese, ki a címzettje, a közönség. Az a közönség, aki ma este, meg holnap után este is bejön, az a közönség, aki bérletet vett, az a közönség, aki megveszi az előadásainkra a jegyeket, az a közönség, aki bízik bennünk, aki pártol minket, aki itt van, támogatja a jelenlétével az előadásainkat. Ez mindenképpen egy olyan nagyon fontos pillanat ezekben a nehéz időkben, ahol egymásra vagyunk utalva, és ebben az egymásra utaltságban nagyon fontos minden emberi gesztus. Az idei évben a közgyűlés döntése alapján Pro Teatro díjjal köszönte meg a város Tóth Ildikó Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művésznek a teátrum előadásaiban nyújtott kivételes színészi teljesítményét. Nagyon nagy megtiszteltetés, igazából nem is találok szavakat rá. Azt kell mondanom, hogy díjak, de hogy ez nagyon a szívem csücskében lesz. És pont a napokban gondoltam arra, hogy 50 évvel ezelőtt én ide jártam a Kígyó közi óvodában, a csoportban, és a második Rákóczi Ferenc általános iskolában jártam első-második osztályba, és hát nem gondoltam volna, hogy 50 év múlva a Vörös Marti Színház színpadán fogok állni és átvenni egy ilyen díjat. Nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Két évtizedes kiváló munkája elismeréseként ugyancsak Pro Teatro díjat vehetett át Kalmár Johanna ügyelő, aki a próba folyamatok kezdetétől részt vesz a színpadi mű létrehozásában,
biztosítja és felügyeli a színpadon a személy és működési feltételeket, hogy az előadások rendben lejátszásra kerüljenek. Nagyon meglepődtem, amikor megkaptam a levelet a polgármester úrtól, és meghatottam. 20 éve dolgozom a Vörösmarty Színházban. Nagyon szeretek itt dolgozni. Számomra ez tulajdonképpen nem is egy munka, hanem inkább fejlődés, tanulás és szórakozás. És nagyon megköszönöm a városvezetésnek, hogy rám gondoltak, és a Vörösmarty Színháznak is ezt az elismerést. A díjátadót követően felgördült a függöny, és a közönség Bagó Bertala rendezésében megtekinthette Shakespeare Julius Cézár című drámáját Gáspár Sándorral a címszerepben. Hangokkal festő Haydn címmel egy különleges koncerttel várta a fiatalokat az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A partitúra bérlet sorozat keretében idén is Dobri Dániel kalauzolt el a diákokat egy mű megszületésének pillanataiba. Ebben az esztendőben is folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar diákokhoz szóló matini hangverseny sorozata, amelynek első előadása a hangokkal festő Haydn címet kapta. A különleges és izgalmas tematikájú koncert házigazdája az idei évadban is Dobri Dániel, a szimfonikusok kortárs művészeti vezetője volt. Ma Haydn segítségével hangokat fogunk festeni, zenei történeteket fogunk lefesteni a partitúra koncerteken, és már az előző években is csináltunk ifjúsági beavató koncerteket, a tavalyi évben is hasonló módon. Én egy zeneszerző szempontjából próbáltam mesélni, közelebb hozni a gyerekeket a darabokhoz. Idén viszont egy speciális helyzet van, a zenekarunk próbatermében lesznek a partitúra koncertek, ami viszont egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ebben a mi saját kísérleti laboratóriumunkban még közelebb hozzuk a zenét és a klasszikus zenét a gyerekekhez, úgyhogy együtt fogunk színekkel, hangszínekkel kísérletezni ebben a laboratóriumban, amit az Alba Régia Szimfonikus Zenekar próbatermének hívunk. A zenekart Dénes Orovszki Marcell, a kortárs muzsika egyik kiemelkedő kvalitású karmestere vezényelte, aki örömének adott hangot, hogy ez a kezdeményezés még inkább közelebb hozza a klasszikus muzsikához a fiatalokat. Nagyon jó kollégám, a Dobri Dániellel közösen dolgozunk ki egy témát, természetesen a munkának az oroszlán részét ő végzi, és ennek a munkának a centrumában az áll, hogy hogyan tudunk egyes zeneileg fontos pillanatokat és elemeket megmutatni a gyerekeknek, hogy aztán a zene hallgatása számukra egy izgalmasabb és színesebb történet legyen. Ugye már volt két ilyen előadás, miként sikerültek? Nagyon-nagyon jól sikerültek, és azt hiszem, hogy ennek a kulcsa az egyrészt Dániel részéről a nagyon-nagyon jó felkészülés, másrészt pedig a zenekarnak a nyitottsága. Egy olyan társaság ül a színpadon, akik pontosan tudják, hogy az ilyen koncertek megszervezése az bizonyos szempontból sokkal fontosabb, mint az, hogy éppen milyen darabokat játszanak a Magyarország vezető zenekarai. Köszönöm szépen! A koncert ezúttal is bizonyságot adott arról, hogy az új generáció készbe fogadni a komoly zenét is nyitott az újra, amihez hozzájárult az az értő diskurzus, amely megmutatta egy-egy mestermű megszületésének körülményeit.
Képeskönyv kezdőknek és haladóknak, illetve Ügyvédnő, elhagyom az országot címmel tartottak kötetbemutatót a Bőrgyár utcában. Sárkány Márta és Selmeci Mátyás, Tódor János művei a Dodeszkáden kiadó gondozásában jelentek meg. A hagyományokhoz hűen ezúttal is a Bőrgyár utcába invitálta a könyvbarátokat a Dodeszkáden kiadó, ahol is két nagy érdeklődéssel várt novellás kötetet mutattak be a szerzők. A városunkban is ismert és elismert ügyvéd, Sárkány Márta ügyvédnő, elhagyom az országot címmel, hiteles 21. századi történeteit osztotta meg az olvasókkal. A címadó novella egy olyan hölgyről szól, aki kereste a maga igazságát, és egyetlen egy fórumon nem találta meg, és ezért úgy döntött, hogy elhagyja az országot. Egy durván bántalmazott nőről szól az írás, aki a bíróságon sem kapott megfelelő igazságszolgáltatást. Több novella kapcsolódik hozzá. Azokat az ügyeket, amelyeket én nagyon fontosnak tartottam, és mással is megismert tendőnek, mert példaértékűek voltak, azokkal az ügyfelekkel mindig külön leültem, és beszélgettem nagyon sokat, és azokat az eseményeket írtam le, amik rám hatással voltak, és ezek a novellák azt a hatást mutatják, amit én belőlem váltottak ki, annak érdekében, hogy ezt másokkal is tudjam közölni, elkerülni hasonló szituációkat. Tódor János a múlt, a jelen és minden bizonnyal a jövő egyik leghitelesebb krónikásaként. Ezúttal képzőművész barátjával, Selmeci Mátyással tárta elénk a 20. század végének mélységesen emberi történeteit a szociográfián túl. Ezek a töredékek a mi életünkből. Tehát ez a könyv gyakorlatilag a 90-es évek és a 2000-es éveknek az elejéről szól, mert a képzőművésznek a képei erről szólnak, de függetlenek a szövegek a képzőművésznek a képeitől, de több játszódik Fehérváron, több fehérvári figura van benne, és vannak benne mi a Selmeci Mátyással együtt Budapesten a 8. kerületben laktunk együtt, onnan ismerjük egymást gyakorlatilag 40 éve, és nagyon sok olyan történet is van benne, ami abban az időszakban játszódik, tehát amikor a úgynevezett, hogy hívtuk ezt, hogy rendszerváltás volt, ott aztán teljes mélykas volt, kínaiak, erdélyiek, ukránok, ha emlékeztek rá annak idején, tehát egy ilyen elég érdekes konglomerátum volt a 8. kerület is, de mondom, mindig feltűnik benne az írásokban, ezek rövid prózák, benne van Fehérvár is folyamatosan. Selmeci Mátyás a maga sajátos módján, de végletességében is hiteles alkotóként képeivel egy olyan világba kalauzol el bennünket, amelyek a novella fűzérek mellett önmagukban is önálló gondolatokra sarkalják az emberfiát. Ismerjük egymást, és a Jánosnak néhány korábbi könyvét illusztráltam, és most felajánlotta, hogy adjuk ki az én képecskémet. Én mondtam, jó, de akkor ő meg írjon, és akkor fele-fele lesz a szöveg és a kép, aztán így ki is adtuk. A történetekből nem olvastam mindet, de én leningrádi születési vagyok, ott is végeztem a egyetemet, építész vagyok különben, és aztán a leningrádi barátaimhoz elmentünk autóval a Tódor Jánossal és még két magyar gyerekkel, és biztos azok kalandok vannak ott leírva. Ivani Zsolt szerkesztőként úgy fogalmaz, Fehérvár mint előzmény van jelen, de itt ér össze minden ebben a városban, vagyis abban a pár emberben, akik megjelentek itt, bennetek, akik megértitek ezt a kötetet. Megértjük és megéljük. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.